Friss adatokban bővelkedő, új összefüggésekre rávilágító, élvezetes stílusú kötetet kívántak a szerzők letenni az asztalra, amely szigorúan ragaszkodik a tudományos követelményekhez és a politika mentesség elvéhez. Álláspontjuk szerint azért is fontos a könyv megjelenése, mert a magyar történelem háromnegyed részben hat történelem, illetve a kiemelkedő katonai teljesítmények története. A honfoglaláshoz vezető hadműveletek csodálatba ejtették Európát, a kalandozásokat a vikingekhez és a mórokhoz hasonlítja a nyugati történetírás is. Magyarország három évszázadon át volt a kereszténység védőbástyája, majd a szabadságküzdelmek határozták meg katonai históriáját. A kötet részletesen tárgyalja a 20. század eseményeit, egészen napjainkig kalauzolva olvasóját. A kismagyar hadtörténetet ritkaság számba menő képek és térképek sokasága illusztrálja. Vendégem a stúdióban dr. Herman Robert hadtörténész a kötet szerkesztője. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Az iskolában sok-sok éven keresztül tanulunk történelmet, hat történelmet is. Mi az, amiben ez a könyv újat tud mondani azoknak is, akik mondjuk az iskolában eléggé figyeltek ezeken az órákon? Hát ugye az iskolai történelmi oktatás az meglehetősen fragmentált szaggatott ebből a szempontból, nem ad egyfajta összefüggőképet, sem az egyetemes, sem pedig a magyar hat történetről, itt pedig az olvasó az egyben kapja az egészet, tehát a honfoglalástól egészen a békefenntartó missziókig. És talán olyan összefüggéseket is megvilágít, amelyekre mondjuk sem az általános, sem középiskola nem alkalmas. Tehát nem vereségek sorozataként mutatja be a magyar történelmet, amit azért hajlamosak vagyunk időnként így tekinteni. Az derül ki belőle, hogy egészen a 16. század elejéig Magyarország ennek a térségnek egy meghatározó katonai és politikai hatalma volt, regionális nagy hatalom, ha úgy tetszik, amelynek alapvetően beleszólása volt mindabba, ami ebben a térségben történik, és ugye még magyar királyt is sikerült a német-római császári trónra jutatni legalább egyszer. És hogyha nem kerülünk szembe egy olyan katonai szuperhatalommal, mint a amilyen az oszmán birodalom volt, amelyel szemben egyszerűen nem volt orvosság. Akkor gyakorlatilag Magyarországnak az a fajta katonai teljesítménye az a továbbiakban is fennmaradt volna. Így viszont hát ugye koalíciókat kellett kötni, így kerültünk be a Habsburg birodalomba egészen a 19. század végéig, 20. század elejéig. Mi lehet az oka egyébként annak, hogy általában a vereségekre koncentrálunk? Vagy úgy tűnik, mintha maga a történetírás is inkább eddig a vereségekre koncentrált volna? Ugye alapvetően az 1526-ig terjedő időszakból jóval kevesebb forrás maradt fenn. Tehát még mondjuk a Mui csatáról vagy Monácsról az ember nagyjából egy kezén vagy két kezén meg tudja számolni a fennmaradt forrásokat. A későbbi időszakból, amelyik kevésbé sikeres, ott időnként egy-egy összecsapásról maradt fenn annyi forrás, mint korábban egy egész háborúról. Emellett ugye a tudatban is a 19. század közepe óta meghatározó volt ez a fajta vereségérzés. Tehát akár a reformkorban, vagy a szózatot, vagy a himnusz nézzük, vagy a neoabszolutizmus korában a nemzethalálnak az állandó vízióját, akkor sajnos ugye Molács vagy a Rákóczi szabadságharc, vagy éppen 48-49 jóval nagyobb szerepet kapott, mint az Árpádkori, vagy a Vegyesházi királyaink egyébként nagyon sikeres háborúi. Ugye gondoljunk bele, az egyik első kommandós akciót a világ világtörténelemben, azt Mátyás királynak a katonái hajtották végre, amikor ott rantóval Úgyhogy azok soha többet nem is próbálkoztak az Itália elleni intervencióval. Melyik az a korszak, amelyikről a legtöbb újdonságot olvashatja az olvasó ebben a kötetben? Én elsősorban mindenkinek a magyar középkort szeretném ajánlani Veszprémi László kollégámnak a kiválóan megírt fejezetét. Mondjuk, hogy hogyha Zsigmond királyt vagy Mátyás királyt nézzük, vagy Hunyadi Jánost, akkor itt nagy léptékben gondolkodó, alapvetően katonailag sikeres, még a kudarcokból is tanuló és a kudarcokat is a maguk javára fordító uralkodókról van szó. A két végvári rendszernek a kiépítése a 14. század végén, 15. század elején, illetve a 15. század közepén, ez hosszú évtizedekre megvédte Magyarországot a külső intervenciók ellen, és ugye csak a Mohácsi csata időszakában, illetve azt követően omlott össze. Említette, hogy a békefenntartásban, a béketeremtésben is mondjuk, hogy úttörő szerepet vittek a magyarok, a magyar katonák, ezt kevesen tudják. Igen, ez egy nagyon fontos fejezete ennek a kötetnek, Ravasz István, illetve is a Szegély János közös munkája. Egyrészt kiderül belőle, hogy a békefenntartás osztrák-magyar találmány, ugye a 19.-20. század fordulóján jött létre, tehát, amikor nem azért avatkoznak be valahol, hogy hódítsanak, vagy hogy legyőzzék az ellenséget, hanem hogy pacifikáljanak egy adott területet, és amikor ez megvan, akkor onnan kivonulnak. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy manapság ugyan másfajta kihívások érik a magyar honvédséget, de alapvetően ezeknek a kihívásoknak is eleget tud tenni, de ezeknek a kihívásoknak is megvan a maguk történeti előzménye már a 19. 20. század fordulóján. Tehát ilyen szempontból nem csak a Kárpát-medencére, nem csak a mai értelemben vagy a korábbi Magyarországra, hanem jóval a határainkon kívülre is kiterjesztették a vizsgálatot.